Izgalmas kiállításnak adott otthont a Semsey Andor Múzeum. Két balmazújvárosi gyűjtő magángyűjteményéből Katonadolog címmel nyílt az ókortól napjainkig egy különleges fegyverkiállítás. Pozsonyi József igazgató úr szavai szerint a fegyverek megtalálták igazi helyüket itt a múzeumban. Reméljük, ezentúl sokáig ott is maradnak. Mitől válik egy otthoni összeállítás, egy otthoni kollekció igazi gyűjteményé? Hol a határ? A határ elég nehéz megvonni, mert egy gyűjtemény állhat néhány tárgyból is, állhat több ezer tárgyból is. Ez mindig a gyűjtemény jellegétől függ, tehát az, hogy mi az, amit gyűjtök. Tehát egy fegyveranyagnál lehet lehatárolni azt, hogy én csak kifejezetten szabjákat gyűjtök, abban is a 18. századot. Akkor az behatárolja, hogy mi az, amit a gyűjteményemet jelenteti. De hogyha teszem azt, csak a szállodai szalvétákat gyűjtöm, akkor az már egy behatárolhatatlan terület, tehát ott már az egész világ jelen lehet. Úgyhogy a darabszámot, értéket nagyon nehéz megmondani egy gyűjteménynél. Ez a gyűjtemény, legalább a kiállítás, ez látszólagosan, legalábbis a laikus számára, hát igen, csak eklektikus, rengeteg dolog van. Van olyan vezérfonal, ami egybefűzi őket? Itt ennél a kiállításnál két dolgot kell külön válasszunk. Itt van egy, amelyik a lőfegyveranyagot állította ki, és a hozzátartozó kiegészítőket, a másik pedig a hideg fegyverek tulajdonképpen, tehát a kardok, szabják, lándzsák, dárdák, fokosok, baltáknak a gyűjteménye. Tehát így két különálló gyűjteményről beszélhetünk. Egy marcon a katonaember kiderül, hogy mint a süsű a mesében, kedveli a virágokat, kifejezetten a szúrósokat, a posgásokat, nagyszerű hangszereken tud játszani, kiválóan, többször hallottuk már, és ugyanakkor kiderül, hogy fegyvereket is gyűjt. Most hogy van ez? Minden fiú, minden gyerek kedveli a fegyvereket? Szereti a katonázsit? Többségük kinövi. Ez így van, én is gyerekkoromban, amikor megkérdezték tőlem, hogy mi szeretnék lenni, akkor olyan 5-6 éves koromra visszaemlékezve azt mondtam, hogy katona, és ez hála Istennek össze is jött. A másik szenvedélyem a zene volt, és ez a kettő így pontosan a honvédségnél összetalálkozott. Mitől izgalmasak ezek a fegyverek? Vannak férfiak, meg talán ők is, akiket ez egyenesen lázba hoz ez a téma. Hát a múlt, a történelem, a dolgoknak, ugyebár itt vannak 3-4 éves fegyverek, és az a titok, ami sok esetben övezi őket, és az ember elgondolkodik, hogy vajon hogy harcoltak ezzel, kik vesztek el általa. Nagyon izgalmas kérdések. Ön mit lát ebben? Tehát egy ilyen szép fegyverben ön mit lát? Ön magát a fegyvert látja, mint szerszámot, vagy az esetleg művészi alkotás, hiszen némelyik kartnak van fantasztikus műves dombolzata van meg, fejlődött a fantasztikus, tényleg egyszerűen gyönyörű, vagy a történelem. Melyik az a része, ami önt legjobban megfogja? A történelem fog meg a legjobban, nagyon szerettem mindig a történelmet, de egyébként az egész. Tehát, hogyha ezzel a kérdéssel foglalkozom és nézem a gyűjteményemet, akkor minden eszembe van ezzel kapcsolatban. A harc, a kor, az emberek, minden. Abszolút. Tehát külön-külön, amikor néha eszembe jut, hogy ezzel vajon hogy verték nagyon az embert, hogy attól még talán, hogy óckorok is egy kicsit, hogy erre nem gondolok. Mert elég brutális eszközök. És maga a kor, amiben használták, az volt nagyon brutális, embertelen kor. Önnek gyönyörű szép gyerekei vannak, ezt többen tanúsíthatják. Hogyan tolerálja ezt a szenvedélyt a család? Más falakon, a házban, a lakásban ripirónai metszetek vannak, meg egyéb ilyen nyomatok. A Lénár család kicsit más. Így van. Hát azt mondhatom, hogy a feleségem és a gyerekem is szeretik, együtt élünk vele, hiszen minden nap, mint nap látjuk őket a falon. Meg elég sokat olvasok, elsősorban történelmet, és otthon ez beszédtéma is. Úgyhogy a napjainkat ezzel együtt éljük. A szabják, meg mindenféle ilyen pengével ellátott eszközök, én azt sem tudom, hogy mennyi, időként meglepően hasonlítanak a konyhai eszközökhöz. Igen. A fegyvereknél egy alap dolog volt az, a legkorábbi példáknál, amikor még ezt használták,
akár úgymond háztartási célokra is. Tehát nagyon sok fegyvernél megfigyelhettük azt, hogy amikor már a hadi értékét elvesztette, akkor utána faragóbárnak használták, asztalos műhelyben használták, fák tisztítására, fagmunkák végzésére. A kiegészítőknél, például a szuronyoknál, bajonetteknél, azoknál természetes dolog volt, hogy ez utána átmehetett akár háztartási környezetbe is, tehát amikor megkopott, elvesztette a hadi jelentőségét, de erre egy nagyon jellegzetes példa az úgynevezett macséte, a bozótvágókés. Ugyanis ez eredetileg egy munkaeszköz volt, amivel a dzsungelben lehetett végezni mindenféle tevékenységeket, de ez bizonyos kezekben munkaeszközből harci eszközé vált. Tehát ez az átjárás a fegyverek között elég sok alkalommal megfigyelhető. Egy kettelésből hogyan az tud kialakulni egy ilyen szép gyűjtemény? Hát ez úgy kezdődött, hogy egy olyan 12-15 évvel ezelőtt Szejfeld Tímű barátom adott nekem egy első világháborús rohamsisakot. Lényegében a gyűjteményem első darabja ez volt. Aztán a fegyverek többi részének is külön története van, minden egyes darabnak. Egy részét vásároltam, másik részét cseréltem, de nem egy olyan darab van, amit ismerve az ismerősök, barátok ajándékoztak nekem azért, hogy a gyűjteményemet tudjam gyarapítani.